Szevasztok, Gianni vagyok, és ebben a videóban bemutatom nektek, hogyan kell elkezdeni az életet az American Reality szerveren. Az első dolgotok az lesz, hogy ezen a csodálatos téren, ahol az önkormányzat van, bejöttök és megszerzitek a személyigazolványotokat. Meg is mutatom, hogyan. Fontos tudnivaló, hogy ezen a szerveren nem az E-gombbal tudod az akciókat végrehajtani, hanem az Alt lenyomásával felugrik ez a kis szemecske, ezt ráviszed arra, akivel beszélni akarsz, vagy amit intézni akarsz. Ha fekete, akkor nem tudsz csinálni semmit, ha fehér, akkor tudsz intézkedni. Itt megigényeljük a személyigazolványt, ami 250 dollárba kerül. Ezen kívül lehet jogosítványt és fegyverengedélyt is majd igényelni, de ezekhez mind a kettőhöz előtte egyéb dolgokat is végre kell hajtani. Szóval itt a személyigazolványt megigényeled, majd ezután átsétálunk a munkaügyi hivatalnokhoz, és nézzünk valami csodálatos munkát. Alt gomb, munkák. Itt van ez a hatféle munka, amit tudsz vállalni, illetve most munkanélküli, vagy amikor megérkezel a városba. A munkákról, mindegyikről külön készítettem egy videót, azt is megtalálod itt a Gianni YouTube csatornán. Úgyhogy kiválasztasz egy neked szimpatikus munkát, például én most a farmert kiválasztottam. És akkor nincs más dolgod, mint elindulni a munkahelyre. Na de várjunk csak, merre kell indulni. Nézzük a térképet, ahol ugye látjuk, hogy itt van a munkaügyi hivatal, önkormányzat egyben, és akkor a munkát pedig itt találod, hogyha kertészkedni mentél. Mindegyik munkát más helyen fogod megtalálni, mindegyikhez felugrik majd egy ikon. Na de mivel menjünk, mert hogy marhán gyalog vagyunk, itt a busz megálló, ahol találsz egy zöld kis ikont, az ikonnál pedig 50 dollárért cserébe tudsz bérelni egy kerékpárt, amit bárhol aztán lerakhatsz, a legjobb a munkahelyen. Amikor már gyűlik a pénzünk, vagy szükségünk van pénzre, akkor el kell menni a bankba. A bankot azt ilyen kis zöld dollárjelekkel jelöli a térkép, van belőlük azért gazdagon. A banknál megérkezel, besétálsz. Először még nem lesz bankkártyád, csak sima bankszámlád. Itt ugyanígy az Alt gombbal rámegyünk. Bankhasználat. Akcióknál tudsz bankkártyát igényelni. Bank vagy hitelkártyát. És akkor hitelkártya, bankkártya létrehoz. Ide beírod a PIN kódodat. Ha már van bankkártyánk, akkor itt van a számla, lesz egy egyenleged. Az utolsó 24 órát bevétele, ami nálam most itt nulla, egy darab aktív bankkártyánk van. Lehet pénzt kivenni, pénzt betenni, vagy pedig átutalni bárkinek a számlájára, akit szeretnél. Itt tudsz visszamenni mindig az AR-nél, a bankszámlának a fő oldalára. Úgyhogy azt hiszem, a bankról ennyit kell tudni. Miután csináltál magadnak egy sima bankkártyát, utána tudod majd az ATM-eket használni pénzfelvételre, de befizetés az csak a bankfiókban működik. Ha nincs mit enned, akkor több lehetőség is van. Előfordulhat, hogy nincs nálunk étel, ital, olyankor bele kell néznünk egy kukába. Ugyanúgy az Alt billentyű, kukázás. Szépen átnézzük, hogy mi van benne, hát ha találunk valami használhatót. Nem szégyen a kukázás, a legjobbakkal is megesik, hogy kirabolják őket, éppen nincs mit enni, inni, bele kell nézni a kukákba. Most például találtunk egy kis gumót, egy adag füvet. A kukákat nem lehet folyamatosan ürítgetni, úgyhogy el kell teljen egy 15 másodperc addig, míg a következő kukába bele tudunk turkálni, és reménykedünk, hogy valami olyat találunk, amitől nem fogunk éhen halni. És találtunk megint egy gumót, úgyhogy most már biztos, hogy éhen fogunk halni. De szerencsére itt van szembe a bolt. A boltokat pedig a térképen úgy fogod megtalálni, hogy egy kis kosárka jelöli őket. Van belőlük is jó néhány darab, mindenhol, ahol zöld kosárka van, ott tudsz vásárolni magadnak ételt, italt, bármit, amire szükséged van, és kapható. Boltba besétálsz, E-betű lenyomásával kinyílik a menü, és amit a jobb oldalon találsz, abból bármit vásárolhatsz. Étel, ital, mobiltelefon, arra szükség lesz, úgyhogy ezt ne felejts el venni már az elején.
öngyújtó, dohányáru. A vásárlást úgy tudod lebonyolítani, ide beírod azt, hogy hány darabot szeretnél venni. Mondjuk veszünk 2 darab vizet, a vízre rákattintasz, és már is 3 vizem lett az egy helyett. Úgyhogy ilyen egyszerű és nagyszerű a vásárlás a boltokban. Egy nagyon fontos dolgot nem szabad elfelejteni, az pedig enni és inni. Ehhez fogod, megnyomod a kis F2-t, ami kinyitja a táskádat, belenézel a táskádba, mit tudsz éppen megenni, meginni. Nálam van víz, úgyhogy most iszunk egy nagy adag vizet, ráhúzzuk a hasznára, és már isszuk is. És mivel nagyjából az éhhalál küszöbén állok, ezért beverek egy dupla sajtos hamburgert is. Használ, dupla húsos hamburger, hopp, és már is tele vagyok energiával. Ha bárki kérdezné, hogy mi a kedvenc számod, ezt azért kérdezi, mert éppen adni akar valamit, ebben az esetben szintén, ha nem tudod fejből, mert mindig más lesz a számod, megint csak az F2, és ott írja, hogy Gianni 26-os éppen aktuálisan, és kertész munkás vagyok. Úgyhogy a kedvenc számom a 26. Valakinek át akarsz adni valamit, akkor beírod a darabszámot vagy az összeget, amit szeretnél, és egyszerűen ráhúzod arra, hogy átadás, ott megjelenik a száma, annak, akinek át akarod adni, arra rákattintasz, és már át is adta neki. Remélem mindent sikerült bemutatnom nektek ahhoz, hogy könnyen tudjátok elkezdeni az életeteket itt az American Reality városában. Mindenkinek jó mulatást, jó szórakozást, szevasztok!